Sziasztok! A mai videóban az újdonsült anyukákkal szeretnék néhány olyan tippet megosztani, amik talán segíthetik, illetve könnyebbé tehetik az első heteket a baba születése után. Próbáltam néhány ilyen általános dolgot összeszedni, ami talán mindenkinek jól jöhet, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek. Első tanácsom az igazából még a baba születése előtti időszakra vonatkozik, ez pedig az lenne, hogy próbálj meg egy picit előre készülni és előre főzni olyan dolgokat, amiket le tudsz fagyasztani a mélyhűtőben, és így ezeket majd csak elő kell venni és fel kell melegíteni, amikor éppen sem energiát, sem időd nincs arra, hogy egy újszülött mellett főzz. Illetve érdemes olyan dolgokat vásárolni, amik könnyen és gyorsan elkészíthetők, tehát akár különböző szószokat, amihez csak tésztát kell főzni, vagy akár a mélyhűtőben lefagyasztható péksütemények is tök jók. De az az igazság, hogy az sem szégyen, hogyha többször rendelsz, mint ahányszor főzöl az első időszakban, szerintem ez egy újszülött mellett teljesen belefér. A második tippem az, amit rengeteg helyen lehet hallani, és talán picit elcsépelten is hangzik, de tényleg igaz, hogy próbálj meg te is pihenni, amikor a baba alszik, különösen ahol egy gyerek van, ott azért szerintem ez kivitelezhető, hiszen nem kell egy másikkal foglalkozni közben. Amikor a baba alszik, próbálj meg te is aludni, vagy hogyha nem alszol, akkor egyszerűen csak kapcsolj ki, de a lényeg, hogy amikor ő alszik, akkor próbálj meg te is pihenni és regenerálódni. A harmadik nagyon fontos tanácsom az az, hogy merj segítséget kérni, illetve fogadd el, hogyha valaki felajánlja a segítségét, ebben semmi szégyen nincsen. Sőt, örülj neki, hogyha van, aki szeretne neked segíteni, akár csak annyival, hogy azt mondja, hogy átjön egy órára, hogy egy picit rendbe tud tenni magad, vagy átjön és főz vacsorát, vagy akár azt mondja, hogy kivasal helyetted, vagy hogyha te úgy érzed, hogy megőrülsz már a lakásban és szeretnél kimenni egy órára sétálni, akkor nyugodtan hív valaki, neked is kell egy pici feltöltődés, egy pici kikapcsolódás, és pláne, hogyha vannak olyan emberek körülötted, akik szeretnének segíteni, akkor tényleg merd elfogadni ezt. A negyedik tippem, és ez igazából nem csak az első hetekre vonatkozik, az az, hogy lehetőleg ne googlizz. Tehát, hogyha valami olyat tapasztalsz a babánál, amit addig nem, valami szokatlan dolog történt, akkor ne az legyen az első dolgod, hogy rákeresel a Google-ban, mert borzasztó dolgokra is rá lehet ott bukkanni, és nem hiányzik neked ez a stressz, hidd el. Inkább én azt mondom, hogy vagy hívd fel a házi orvosodat, vagy a védőnődet, vagy édesanyádat, vagy egy olyan kisgyerekes ismerőst, akinek adsz a szavára, de ne a Google legyen az első, ahova begépeled, hogyha valami rendelleneset tapasztaltál, mert tényleg semmi jóra nem vezet. Az ötödik és egyben utolsó tanácsom pedig az, hogy ne akard az első hetekben megváltani a világot egy újszülött mellett. Az első hetekben az a dolgotok, hogy megismerjétek egymást, megismerd a babádat, hogy összeszokjatok. Ilyenkor nem kell azon idegeskedni, hogy nem jut annyi idő a házi munkára, vagy hogy nem vagy mindig a topon, és mondjuk egész nap pizsomában járkálsz. Ez ilyenkor teljesen belefér. Az első heteknek arról kell szólnia, hogy összekovácsolódjatok, és valószínűleg senki nem fog azért megszólni, hogyha éppen szalad a lakás, vagy nincs minden házi munka elvégezve, vagy hogyha látogatóba mennek hozzád, akkor nem egy háromfogásos ebéddel várod őket. Úgyhogy az a lényeg, hogy ne stresszelj, hanem hangolódj rá a babádra, és vele foglalkozz, ő legyen az első. Ezek lettek volna az én tanácsaim, remélem, hogy hasznosnak találtátok őket, hogyha igen, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, illetve azt is, hogyha nektek van valami tuti tippetek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!